Színes bevonulás a Nyíregyházi Kossuth térre. A Nyírség Néptáncfesztiválra érkezett együttesek sokszínű nemzeti viseleteit csodálták, akik szeretik a népi hagyományos zenét. A horvátországi együttes lépett elsőként színpadra szerda este a fesztivál nyitó gáláján. A Nyírségi Nemzetközi Néptáncfesztiválnak 8 év után ismét Nyíregyháza ad otthont, aminek a város nagyon örül, hangzott el a rendezvényen. A több helyszínen fellépő együttesek látványos produkciókkal jöttek, sokat készültek, mondta el a fesztivál igazgató. Ez volt a célunk. Már nagyon régen, még 1996 előtt, hogy olyan együtteseket hívjunk Nyíregyházára, akikkel egyébként mi a világ minden táján találkozunk, hogy a nyíregyháziak is átéljék azt az örömet, amit a hagyományőrzés jelent. Nem csak mint hagyományőrzés, hanem mint közösségformálás és mint művészet. Hiszen ezek a táncegyüttesek egytől egyig a külföldiek és a magyarok is valami fajta közösséget alkotnak, valami közös célért dolgoznak esténként, amatőr együttesekről beszélünk, akiknek majd meglátjuk, milyen jó színvonalak egyébként. Tehát a munka mellett dolgoznak azért, hogy ők föl tudjanak lépni, közösségé kovácsolódnak, és olyan művészi produkciókat mutatnak be a színpadon, amelyet egyébként bármely profi együttes is megirigyelhetne, csak hát ugye nem lehet mindenki profi táncos. Az együttesek saját régióik népzenei kincséből változatos táncokat mutatnak meg, különleges hangszerek is megszólalnak. Értékes koreográfiákkal érkeztek. Portugália, Horvátország, Tajvan, Oroszország, Kína, Észak-Ciprus és Olaszország nemzeti hagyományos táncait látja majd a közönség. Ma este két darabot adunk elő. Az első darab a Fiera di Monte Gallo címet viseli. Ez egy apa és a lány történetét meséli el. Az apa azt szeretné, ha a lánya elmenne egy bálba, de a lány egy kicsit vonakodik ettől, és nem szeretne elmenni. Végül az apának azonban sikerül meggyőznie őt azzal, hogy megajándékozza néhány ruhával. A másik darab a Pasquella címet viseli. Ez egy tradicionális dal, ami vidéken született, amikor a lakosok elmentek a házakhoz ételt kérni. A Kossuth téren, a szabadtéri színpadon és a Váci Mihály Művelődési Központban kísérhetik figyelemmel egészen vasárnap estig a fesztivált. A rendezvény kiemelkedő estéje a csütörtöki Világok tánca című nagyszabású előadás lesz a szabadtéri színpadon.